Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kenesei Marcella, Bálint Ház alapítványnak az igazgatója. Mondhatjuk már nyugodtan azt, hogy a Bálint Ház alapítvány? Mondhatjuk, még a teljes jogi folyamat nem zajlott le, jó reggelt kívánok, de a Bálint Ház alapítvány már létezik, és most már csak időkérdés, hogy a bíróság mikor jegyzi be a változtatási kérelmeket. A Bálint Ház viszont pörög, mint egy ilyen bugócsiga, most éppen a Zsifi körül. Magyarázz meg nekünk, légy szíves, hogy mi az a Zsifi. A Zsifi az a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál, amelyet már 10. éve rendez a Bálint Ház partnereinek a segítségével, és hát egy ilyen közösségi fesztiválval a budapesti és magyarországi kulturális élet egyik meghatározó programjává fejlődött, és most, hogy 10 éves, most rendezői változat néven fut, ugyanis egy picit hosszabb, picit több filmet hozunk el, és picit még izgalmasabb, mint az eddigi évek során a Zsifi. Ez így jó is lenne, de te megérkeztél egy maszkba, nekem a maszk itt az asztalomon, meg a fiókomban, meg a zsebeimben, de azok az emberek, akik beszeretnék tartani a szociális távolságot is, hogy tudnak a Zsifin most részt venni? A Zsifi az hibrid módon szerveződik meg, tehát az első héten vannak offline vetítések mozikban is, viszont aki nem érzi magát biztonságban, az otthonról is távoli segítségével tudja nézni a filmeket. Sajnos nem az összeset, mert nem mindegyik filmforgalmazó adott az online térbe vetítési jogokat, de ahogy tavaly is online, tavaly teljesen online volt a fesztivál, és volt egy nagyon nagy előnye ennek az online dolognak, ugyanis eddig budapesti mozikban zajlott, és az online tér segítségével a vidéki emberek is, akik be akarnak csatlakozni. Határon túl is. Így igaz, és ennek következtében rekordokat, rekordszámokat döntött tavaly a Zsifi, több mint 10 000 embert éltünk el a filmfesztiválunkkal, és idén pedig azt mondtuk, hogy akármi van, Covid van vagy nincs, mi mindenképp hibrid módon fogjuk megszervezni. Az eredeti terv az volt, hogy egy hét teljes offline és egy hét teljes online, aztán amikor láttuk, hogy a számok egy kicsit kezdenek fölmenni, akkor kapcsolatba léptünk a filmforgalmazókkal, és még több online vetítési jogot kértünk, és sajnos le kellett mondanunk pár kísérőprogramunkat is, amit nagyon szerettünk volna, mert úgy láttuk felelősnek, hogy most minél kevesebb ilyen személyes érintkezés lehetővé tevő programot tegyünk bele, ami kár, mert a tíz éves évfordulóra készültünk volna dolgokkal, de azt gondoltuk, hogy fontosabb. Annyit tudunk segíteni nektek, hogy a beszélgetőseket, azokat nálunk be tudjátok mutatni, meghívunk titeket a stúdióba, élőbe tudjuk közvetíteni, természetesen olyan időzónában, ami a filmek előtt van, vagy a film után, hisz nagyon sokat segít az a nézőknek, hogyha képbe helyezik előtte is, meg utána is. Címeket mondjál nekem, mi a sláger idén? Hát kezdem a nyitófilmünkkel, ugyanis az Evolúció című film, ami Mundrucó Kornélnak a legújabb filmje, ami ilyen transzgenerációs traumákról szól, az lesz a nyitófilmje a fesztiválnak, és ez azért egy nagy dolog, mert ez lesz a budapesti premierje a filmnek. Ilyen még nem történt a Zsifi történetében. Egyrészt olyan nem történt, hogy magyar film lett volna a nyitófilm, mert általában az az izgalmas, hogy a nemzetközi filmválogatásból hozunk ide érdekességeket. Mi vagyunk maga a nemzetközösség. Mi vagyunk maga a nemzetközösség, illetve azért is, mert hogy nem csak azért, mert magyar, hanem mert a premierje, a budapesti premierje a filmnek, a készítők úgy tartották jónak, hogy ezt a Budapesti Zsidós-Izraeli Filmfesztivál keretében. Úgyhogy ez 22-én lesz a megnyitó ünnepsége. Ez tulajdonképpen a Zsifi elismerése, nem? Ez a Zsifi elismerése, ez pontosan így van. Tehát ez azt jelenti, hogy tehát akkor térjünk minőségi... vissza, mert megszakítottalak 22-én, hány órakor? 22-én lehet jegyet venni a megnyitó filmre is egyébként, mert vannak szabad jegyek is. Ez kulturális termék megjelenítés, tehát a hatóságoknak közlem, hogy nem írjuk most ki. Igen, nem kell kiírni, csak tudják róla, a zsifi.org-on egyébként minden információ megtalálható, illetve nagyon sokféle film van, 24 különböző filmet mutatunk be 14 különböző országból. És hát ezek közül vannak... Nézzük az országokat! Hát van Németországból, van Ausztriából, van Izraelből nagyon sok film. Izraelből mondj egy pár filmcímet. Mondok egy nagyon izgalmasat, például az Anna Frankról készült film, ez egy animációs film, amit Ari Forman készített, és egy nagyon elismert rendező, és a téma az Anna Frank egyik barátnőjéről szól, és ezt fogjuk vetíteni. Van, hadd említse meg a rövid film válogatásunkat, ugyanis ez a Zsifi történetében egy mérföldkő,
idén a Varsói Zsidó Filmfesztivállal közösen van egy programunk, egy regionális program. A rövid filmeket közösen választottunk ki, és identitásokról szóló rövid filmeket mutatunk be. Van benne lengyel, van benne magyar, van benne izraeli. És ezek az identitásokról szóló kisfilmek a zsidósághoz kapcsolódó témákat és identitásokhoz kapcsolódó témákat érintenek. De hát van például a Zsidó Élet című osztrák filmünk, amihez kapcsolódóan beszélgetés is lesz, vagy én szintén vezetek egy beszélgetést, amikor a Hitler ellopta a Rózsaszín Nyuszi című film rendezőjével, Oscar díjas Caroline Linkel. Ez majd a pénteki napon lesz az első héten, illetve most pénteken veszük fel a beszélgetést, bocsánat, a pontos időpontját azt nézzük meg a honlapról, mert azt így fejből nem tudom, hogy mikor vetítjük a filmet. Melyek a címe zsifi.org. Zsifi.org, így igaz. Vannak kísérőprogramok is, ahol most hát le kellett mondanunk párról. Egy nagy álmom volt, hogy a Mrs. G nevű izraeli film, ami a Gotex fürdőruha alapítójáról szól és az ő bonyodalmas viszonyairól, akartunk egy fürdőruha bemutatót így zárt térben csinálni, és a Gotex egy nagyon érdekes fürdőruha márka, ahol évtizedeken keresztül nézhettük volna az izraeli fürdőruha divatnak a változását. Hát sajnos erről is le kellett mondanunk, és hát kültére nem akartunk fürdőruha bemutatót csinálni. Arról nem is beszélve, hogy diktálta a divatot Izrael az egész világnak etéren. Így igaz. És kezdték egy jaffói kis lakásvarodába. Na igen, kicsibe kezdték, aztán szép nagy lett pont, ahogy a zsifi. Úgyhogy vannak polgárpukkasztó filmek is, a Minnyán című, ami egy brooklyni ortodox családban játszódó történet, ahol kiderül, hogy homoszexuális a egyik főszereplő, vannak szívfacsaró történetek, vannak olyanok, amik megnevettetnek. Ennek ellenére a Minnyán hatalmas karriert fut be a film nézettség szempontjából. Abszolút, valószínűleg azért is, mert egy kicsit polgárpukkasztó. Kinek mi a polgárpukkasztó, ugye? Hát ez relatív. De nincs ebben semmi polgárpukkasztó. Emberek életéről van szó, hát tényekről. Igen. De tudod, hogy hogy van ez? Van, aki fel tud háborodni. Ilyesmi is történt is a film kapcsán. Mi azt gondoljuk, és a zsifinek az a szemléletmódja, hogy bemutassuk. Mindenki nyugodtan pukkadjon. Mindenki nyugodtan. Egyrészt mindenki kedve szerint pukkadjon meg a filmeken, másrészt meg nekünk nem az a célunk, hogy pukkasszuk az embereket, hanem hogy a változatosságát, a színességét bemutassuk a zsidó életnek, illetve a zsidó élet körüli világnak. Mert ez nem csak a zsidóságról szól, hanem ez ugyanúgy szól emberekről, viszonyokról, olyan sok minden másról. És olyan nehéz meghatározni, hogy mi a zsidó, most mi a zsidó filmfesztivál, ugye hogyan definiáljuk ezt, ennek a fogalmát. Viszont nem muszáj nekünk ezt definiálni. Ami elég, rólunk szól, az zsidó. Elég az, hogyha ilyen szubjektív módon mondjuk azt, hogy ez zsidó, igen. Mit szeretnél elérni? Attól, hogy te lettél az igazgatója a Bálint háznak, és attól, hogy az előző igazgató nagyon keményen ott áll melletted, és talán most többet dolgozik, mint valaha is dolgozott. Mit szeretnél ebből? Azon kívül, hogy az egész intézmény a saját lábán álljon. Hogy ne Amerikába kelljen adományokat kapni a szervezettől. Persze adományokat lehet küldeni, sőt, mecenatúrát. Tehát tulajdonképpen létre akarod hozni újból a mecenatúrát, ami már volt a zsidóságban? Igen, az nem lenne egy rossz dolog, hogyha a Bálint ház hatékonyan közel működhetne a mecenatúra, az adakozás kultúrájának a fejlődésében. Azért hozzáteszem, hogy a saját lábon állás az nem azt jelenti, hogy Amerikában nem megyünk támogatásért, ugyanis az amerikai barátaink, azok nagyon bőkezően szoktak támogatni programokat. Az a cél inkább, hogy változatosabb legyen a fenntartási módozata a Bálintháznak, hogy ne csak Amerikából jöjjön pénz, és egyébként egy év alatt már nagyon szép eredményeket értünk el, majdnem 90 000. Mennyire lett színesebb? Nem érdekel a szám minket, mert hogyha a számot mondod, akkor túl kicsi vagy túl nagy, és akkor azért nem fognak adni. Úgyhogy ez legyen egy talány, majd a 9. milliárdnál megmondod, hogy ki a győztes. Jó, abszolút átlátható, de nem megyek bele számokba, mert fontosnak tartjuk az átláthatóságot, de hogy amióta elkezdtük felépíteni a Bálint ház forrásteremtési osztályát, úgymond, ahol még nem dolgozunk sokan, de egyre többen, jelentősen tudtuk növelni azoknak a támogatásoknak a számát is, amik már nem csak Amerikából jönnek. Ebbe beletartozik nagykövetségektől, például pályázat a Zsidó és Izraeli Filmfesztivált, az Izraeli Nagykövetség és a Német Nagykövetség is anyagilag támogatja, valamint a kulturális intézetek Magyarországon mind, ha nem is sok pénzzel, de kicsivel támogatják a filmfesztivált. A francia intézet. Nem látnak bennetek konkurenciát? Miért látnának bennünk konkurenciát? Mi olyan szereplő vagyunk, akik elsősorban nem versenyezni szeretünk, hanem együttműködni
olyanokkal, akiknek hasonló szemléletmódjuk van, és akik valamiféle társadalmi hatást akarnak elérni. És hogy visszatérjek arra a kérdésedre, hogy mit akarok a Bálintházzal elérni, én nem a Bálintházzal akarok elérni valamit feltétlenül csak, hanem azt szeretném, hogy a zsidó közösséghez tartozás és a zsidó közösségben lévő aktív szerepvállalás az hasznosabb legyen minél több ember számára. Zsidók és nem zsidók számára is egyaránt. Szól ez a zsidóságról is, de szól ez arról is, hogy mi, mint zsidók, felelősséget érzünk a társadalom iránt, és az évszázadok során olyan sokat tettek a zsidók a társadalom, és most is így van. Úgyhogy én minél hasznosabbá szeretném tenni a közösséget, és a Bálintházat pedig egy... Ha megnézzük a Bálintház programjait, sérülteknek, vakoknak, nagyothallóknak, népi tánc, itt mindenki, és ha keresztül... elolvassuk a programokat, akkor ez világos, hogy... Így igaz, és hadd dicsőítsem itt az én elődöm Fritz Zsuzsának a szerepét, aki tulajdonképpen aki ezt a... Aki nőlétére olyan tóra magyarázatokat tud adni, és hogy... Igen, és hogy hogy ő a csapatban maradt, az nekem egy óriási nagy áldás. A zsidó ünnepek kapcsán, amiket csináltunk, a ünnepi websájtok, a Pészák, a Hanuka, az ünnepi boxok, hogy emberekhez elvihessük az ünnepet, amikor nem lehet közösségi rendezvényekre menni, hát ez mind-mind annak a csapatnak köszönhető, amit a Frici irányít jelenleg a Bálintházban. Amit én még hozzá szeretnék ehhez az egészhez tenni, hogy a zsidóság mindig is nagyon érzékeny volt a kisebbségek hátrányos helyzetűek iránt. És ahogy említetted, van a Csupa Szív tánccsoport például, ami már évek óta jár a Bálintházba, nem csak táncórák, hanem kézműves foglalkozások, egy egész közösség épült fogyatékkal élők számára, és szeretnénk ebben még előrébb menni, és még több ember számára lehetővé tenni, hogy attól függetlenül, hogy ő milyen háttérű, vagy milyen hátrányos helyzetből jön, egy befogadó, biztonságos közösséghez tudjon tartozni, és a Bálintház egyre inkább megfeleljen annak, hogy minden többen be tudjanak kapcsolódni a zsidó közösségi életben. Bízom benne, hogy mindez sikerülni fog, mi annyit tudunk segíteni, hogy beszámolunk az eseményekről, ha időben tájékoztattok minket. Tehát akkor zsifi.org kezdődik 22-én, meddig fog tartani? December 5-éig fog tartani. Azok, akik otthonról online próbálják követni, milyen anyagi kiadásra számítsanak? Nagyjából 1500 forint egy jegy, és... Egy-egyel egy egész család. És így van, tehát itt lehet csalni, egy jegyet megvesznek, és az egész család meg tudja nézni. Tavaly is azért értünk el ilyen szép számokat, mert annak ellenére, hogy kb. Annyi jegyet adtunk el, mint előző években, hát sokkal többen nézték azokkal a jegyekkel. Voltak egész ilyen watchpartik otthon, ahol többen összejöttek, akár 5-10 is, nyugodtan, bátorítom. Mennyire mindenki. Szeretnek titeket a terjesztők? Mennyivel könnyebben adják ma a filmeiket, mint korábban? Képzeld el, hogy az a szerencsés helyzet van, hogy elég jól van pozícionálva a Zsifi. Tehát a Budapest Film például, ami a mi partnerünk ebbe az egészbe, az egyik kedvencei mi vagyunk. Tavaly a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál volt a legnépszerűbb fesztivál a Budapest Film által csinált fesztiválok közül. Tehát ez egy nagyon komoly elismerés, ugyanis az összes Budapestünknek melyik filmszínházai vesznek ebben részt? Művészmoziban, a Puskin moziban és a Francia Intézetben vannak vetítések az offline térben, és a Művész Távmozi segítségével lehet otthonról is venni a jegyeket. Ne jegyen meg senki a kicsit bonyolult Művész Távmozis jegyvásárlásnál, kaptunk már visszajelzéseket, nagyon szívesen segítünk, hogyha valaki elakad, ezt csak azért mondom, hogy ne adják föl, az ő rendszerük, majd remélem jövőre ezen sikerül javítani, de a honlapon keresztül egyébként meg lehet ezeket a jegyeket vásárolni. Van olyan jegy az offline térben, amit csak a helyszínen, például a Francia Intézetben lévő betítés, amit mindenkinek ajánlok, a francia filmnek a megtekintését, azt majd a Francia Intézetben lehet megvenni. Mi vár a polgári új esztendőbe a Bálintházra? Szeretnénk még tovább lépni, vannak új programjaink, például idén életünkben először nyári tábort szerveztünk, ugyanis a szarvasi tábort második éve nem lehetett megszervezni, és mi összefogtunk partnereinkkel és csináltunk egy J-Camp nevű tábort, ahol 200 gyereket táboroztattunk. Jövőre nem akarunk szarvassal versenyezni, és meghagyjuk azt nekik, de egy tavaszi tábort azt tervezünk. Ez még csak terv és álom, de remélem, hogy sikerülni fog összehozni. Beindult a Teen Lab nevű programunk, ahol serdülőknek, tínédzsereknek adunk lehetőséget, hogy kipróbálják magukat izgalmas szakmákban, és a közösségben jönnek olyan emberek, akik már jók a szakmájukban is tudnak tanítani, és befizeti a szülő a gyerekét, és a gyerek kipróbálhatja magát több szakmában. Folytatjuk az ünnepi programjainkat, tehát ugyanúgy készülünk tartalmakkal és termékekkel,
Pészákra, Hanukára. Most az van a legközelebb, Hanukára. Igen, Hanukára, és szeretnénk, ha minél többen, minél több család ünnepelne otthon is. Ne csak az legyen, hogy amikor jön a zsidó ünnep, akkor elvisszük a gyerekeket a zsinagógába, és akkor nincs semmi, hanem mi azt szeretnénk elérni, hogy ezek csak az élmények... Ez a második világháború után jött divatba, ezek a zsidó ünnepek, ezek családi ünnepek. De mi ezt szeretnénk, ezek legyenek családi ünnepek. Persze lehetnek közösségi események is. De az lenne a legjobb, hogyha otthon minél többen ünnepelnének, gondolj bele, hogyha a felnövekvő gyerekeknek gyerekkori élményébe beleivódik egy zsidó ünnep. Hát mennyire más az a kötődés a zsidósághoz, mint az, amikor csak az iskolában, meg csak külső intézményekben. Hát én egy olyan szerencsés ember vagyok, hogy az én gyerekeim otthon tanulták meg Jeruzsálembe. Hát te szerencsés vagy. Tel Avivba, és napja... Én például nem ilyen szerencsés vagyok, még karácsonyoztunk 14 éves koromig, és vérverejtékkel kellett. Rá nagyon nem vérverejtékkel, de azért rá kellett vennem a szüleimet, hogy tartsunk széderestét. És akkor egy skizofrén állapotba kerültem, mert én nekem kellett tartanom a széderestét, én voltam a legfiatalabb, tehát a Mánis tanárnál saját magamnak kellett megválaszolni az általam föltett kérdéseket. Erre utólagos engedelmedel egy 7 órás műsorban Kenesei Marcelt föltárjuk kezdettől napjainkig. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra 1 másodperc van. Ezzel a beszélgetéssel tulajdonképpen véget ért mára a Pirkadat reggeli politikai magazinműsorunk. Magazinműsorban helyük van a zsidóknak, helye van a kultúrának. Gyorsan írják föl maguknak, többet nem mondom ma már, mert nem lesz rá idő. zsidó.org, minden, ami a zsifivel kapcsolatos, megtudhatják, a Bálint házat megtalálják. Zsifi.org, és a Bálint házat azt megtalálják Budapest belvárosában. Elbúcsúzunk, de maradjanak velünk, hiszen ők tudják azt, hogy mi azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül. Az én zsidó szemüvegemen keresztül objektív híradó következik, akinek építő jellegű véleménye van, ne tartsa meg, hanem közölje velünk, ragadjon tasztatúrát, írjon, telefonáljon, csak könyörgöm, nem éjfél után, mert én is akarok aludni. A híradó után jövünk vissza, további nagyon kellemes műsorokkal, tartsanak velünk.